Hát sziasztok, köszöntök mindenkit, ez én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a siker ez nem feltétlenül csak a diplomán keresztül vezet az út. Ebben a videóban szeretnék egy kicsit a rossz szenvedélyekről beszélni. Káros szenvedélyek, hogyan lehet letenni, vagy éppen csak mérsékelni ezeket a dolgokat. Hogyha érdekel téged is, hogyan lehet letenni akár szerencsejátékot, számítógépezés, alkohol vagy dohányzás, akkor tarts velem! Kezdjük is az egészet. Mindenek előtt, mielőtt azon gondolkozol, hogyan lehetne letenni ezeket a dolgokat, először kell a beismerés, tényleg őszintének kell lenni magadhoz, és beismerni, hogy te mondjuk függő vagy. Akár szerencsejáték, akár számítógépes játék, bármi. Hogyha már beismerted, akkor tudsz rajta változtatni. Amíg nem ismered be magadnak, addig nem is tudsz változtatni egyáltalán. Ez a legelső. Ezután lehet tovább menni. Én azt mondanám, hogy kettőfajta lehetőség van arra, hogy hogyan tudod letenni, akár vagy mérsékelni ezeket a dolgokat. Az egyik, nekem ez vált be, de ez nem mindenkinek válik be. Én például számítógépes játék függő voltam. Tehát kb. Ilyen 12-14 éves koromig én napi 8-10 órát játszottam a WoW-val, World of Warcraft-tal. Ha lenne ilyen izé, de betehetnénk a karakteremet, de már nincs meg az a baj. Nekem az történt, hogy az egyik pillanatban ért egy úgymond trauma, tehát hogy elmentem egy nyári táborba, én voltam a legjobb a szerveren, visszajöttem, kijött az új kiegészítő, és én voltam a legrosszabb. És ez egy óriási trauma volt nekem, és én azonnal letettem az egészet. Beismertem, hogy ennek semmi értelme igazából, csak az időmet pazarlom ezzel a játékkal, és egyik pillanatra a másikra letöröltem az egészet, és le is tettem. Hozzáteszem, nagyon depressziós voltam az elkövetkezendő egy hétbe kb., de úgy voltam, hogy megpróbáltam a barátaimmal minél több programot szerezni, hogy ezt az adott időt kitöltsem. Majd erről is beszélünk egy kicsit, hogy mi miatt vagy függő. Tehát például a dohányosoknak a nagy része nem amiatt függő, mert hogy nekik szükségük van nikotinra, hanem amiatt, mert unatkoznak mondjuk, vagy mert a barátaikkal vannak, és mindenki cigizik, akkor már én is rágyújtok egyre. A másik, hogy le lehet tenni egy ilyet, az pedig, hogy egyre kevesebbet játszol, vagy egyre kevesebbet dohányzol, és a többi, és a többi. Tehát mérsékeled ezeket a dolgokat. Ez is lehet, ki kell próbálni, hogy kinek melyik a legjobb. Én akár megpróbálnám azt, hogy először totálisan elvágod, megnézed, hogy tudod-e fejben tartani ezt az elhatározást, hogy ténylegesen ezt kitűzted magadnak, avagy sem. Hogyha nem tudod, nincs ezzel semmi baj, tényleg, akkor próbáld meg mérsékelni. Tehát például, ha most tegyünk a számítógépes játék, 10 óra helyett játszad csak 8-at egy nap. Játszad 8 órát egy hétig, utána a következő héten már csak 6. 6 óra egy hétig, utána már csak 4. 4 óra egy hétig, szépen így lassan. A lényeg, hogy mindig legyél tudatában annak, hogy te függő vagy. Nincs azzal semmi baj, hogy függő vagy, azzal van baj, ha függő is maradsz. Alkohol. Beszéljünk az alkoholról. Most ez nem ilyen anonim alkoholisták, meg stb. Ilyenek lesznek. Tudod, ide kéne ilyen ezé nekem. De ott nincs is névtábla. Mindegy. A fiataloknál inkább az szokott probléma lenni, hogy csak úgy mennek el bulizni, hogyha be vannak rúgva teljesen. Csak azt gondolja, hogy csak akkor érezheti jól magát, hogyha teljesen be van rúgva. Mert mondjuk az ő barátai is be vannak rúgva. Hozzáteszem, ez nem igaz megint, ez egy társítás. Természetesen jobban lehet érezni magadat, de ugyanolyan jól is lehet magadat érezni, hogyha nincs benned semmilyen alkohol. Nem egy olyan ismerősöm van, aki úgy jár bulizni, hogy nincs benne semmi alkohol, és mégis nagyon-nagyon jól érzi magát. Tehát akkor is mondjuk én azt csinálnám, hogy ha jársz mondjuk minden héten bulizni, akkor egy hónapban az egyik héten innék alkoholt, a másikon nem innék alkoholt. Tehát megint innék, megint nem innék. Következő hónapban már csak egyen innék alkoholt, és hárman nem innék alkoholt, és így tovább, és így tovább. Megint inkább lehet, hogy itt a mérséklés lenne a jó, tehát lehet, hogy neked az jó, hogy totál elhagyod egy bulira az alkoholt, a másikon meg totálisan iszol, vagy az, hogyha eddig megittál 10 whisky kólát mondjuk egy buliba, akkor most csak megiszol 5-öt. Megnézed, hogy úgy milyen, hogy úgy mennyire érzed jól magad. És rá fogsz jönni hamar, hogy nem az alkohol teszi olyan viccessé a bulit, hanem a társaság, akivel vagy. Mindig attól függ, hogy kikkel bulizol-e, nem azt, hogy mennyit iszol. Harmadik, dohányzás. Hozzáteszem, én nem dohányzok. Volt néha olyan, hogy mit tudom, bulikba egy-egy száz cigire én is rágyújtottam, szintén a társaság miatt. Nem azért, mert nekem szükségem volt nikotinra, csak azért, mert mindenki dohányzott, akkor meg már úgy voltam, hogy egyet elszívok most én is, most mi van abban. Igen, pontosan így indul mindenkinek, hogy most mi van abban, egyet elszívok. És utána belekerül egy olyan társaságba, ahol mindenki cigizik mondjuk, és nagyon könnyen rá lehet szokni. Tehát még egyszer mondom, nem a nikotin az, ami miatt rászoknak az emberek a dohányzásra, hanem inkább a társaság. Ugyanakkor a nikotin nagyon addiktív, azt hozzáteszem. Itt pedig azt tudod megcsinálni, hogy amikor a többiek rágyújtanak, akkor te mondjuk nem gyújtasz rá. Azt mondod, hogy én most köszönöm, nem. Ugyanakkor, ha ott állsz közöttük, akkor szintén passzív dohányos vagy, mert szívod be a füstöt, amit ők kifújnak,
kicsit akár arrébb állnék, vagy ilyenek. És nyugodtan elmondhatod azt, hogy most kevesebbet akarsz szívni. Mert mit tudom, hivatkozz arra, hogy most nincs annyi pénzed. Most nem akarsz egy dobozzal elszívni minden nap, hanem csak fél dobozzal. Ami már hozzáteszem, óriási nagy lépés. A lényeg az, hogy ismerd be ezt az egészet, és mert felvállalni, hogy te változtatni akarsz. Biztos, hogy ki akarnak cikizni ilyenek, ne foglalkozzál velük, mert hosszú távon nem tesz jót. Gondolj bele, mennyi pénzt pazarolnál ezzel. Csak számoljunk egyet. Mondjuk elszívsz, nem tudom, egy héten egy dobozzal. Mennyi egy cigi? 1000? 1500 fogalmat. 1500. Jó. 1500 mondjuk. Akkor az egy hónapban 6000 forint. Az egy év alatt 72000 forint. Ami azt jelenti, hogy 72000 meg még egy picit hozzácsapnál, akkor elmehetnél mondjuk Siófokra 4-5 napra egy korrekt szállásba mondjuk a barátaiddal. Most a korrekt szállás nem ötszörös szállodának értettem, hanem egy olyanra, ahova mit tudom én, 18-19 évesek el tudnak menni. Következő kedvenc téma, szerencsejáték, azon belül is mondhatnám mondjuk a tipmixet. Vagy a lottó, vagy a sorsé, a kaparós, hát ez amúgy mindig szokott ilyen nagy téma lenni a fiataloknál. Mondok egy nagyon jó példát erre. Még amikor nyitva voltak a konditermek, öltöztem az öltözőbe, két srác beszélgetett. Az egyik mondja, mennyi pénz van nálad? Azt mondja, nem tudom, 150. Másik mondja, nálam is van, vagy 200. Mit csináljunk? Lemenjünk, vegyünk egy kaparóst? És akkor másik mondja, hát inkább én zsemlét vennék most beülle itt edzés végre. Ne hülyéskedj már, kaparóst megnyerjük kétszer annyi, azt tehetünk egy pizzaszeletet is. Hozzáteszem, ne, soha ne csináljatok ilyet, mert nagyon kevés az esély, hogy nyerni fogtok tényleg. Általában pénzt nyeritek vissza. Vagy direkt úgy vannak megcsinálva, hogy mondjuk egy 1000-esből nyersz 2000-et, 5000-et, 10000-et, és amilyen mentalitásod van, valószínűleg visszaváltod az összeset. Tehát nem nyerted meg azt a pénzt, hanem ugyanúgy visszatetted, és kaptál új sorséget, amivel már kevesebbet nyertél, és a többi, és a többi. Nagyon kevés az esélye annak, hogy te ténylegesen mondjuk a főnyereményt megnyered ezzel. Hogyan szoknék le, ha mondjuk tipmixes vagy? Nekem egyszer volt olyan, nekem mindig úgy volt, hogy meg volt határozva, hogy mettől meddig tipmixeltek. Tehát ha volt egy világbajnokság, meg volt határozva, hogy van 10000 forintom, és az elejétől a végig játszatok. És a végén ki kell szedni, tök mindegy, hogy mennyi van, ki kell szedni, nincs tovább játék. Ha így lefekteted előre a szabályokat, akkor jó, mert nem esel bele a csapdába. Ide is van egy vicces sztorim. Egyszer egyik barátommal elkezdtünk a VB-n tipmixelni, és azt mondtuk, hogy most tök jó lenne nyáron kimenni amúgy Németországba az ismerőseinkhez, összetipmixeljük az útnak az árát, és utána a VB után kimegyünk együtt. Tök király volt, 10000-rel indultunk, hogy na, de jó lesz, összetipmixeljük. A barátom 800 forinttal zárt, én pedig 400-zal a végén, úgyhogy nem sikerült ez a kis mutatvány. Amit tudnék ide javasolni, ha te mindig 1000-rel teszel szelvényeket, most tegyél 300-zal mondjuk. Utána tegyél 200-zal. Utána meg nem tudom, azt hiszem 100 a minimum tét. Tegyél egy 100-assal. Azért, mert ne úgy tekintsél rá akkor, mint pénzkeresési lehetőség, inkább úgy, mint hogy izgalmas mondjuk. Tehát 100-assal mondjuk még lehet én is egy-egy meccset megtennék, csak azért, hogy izgalmas legyen, hogy szurkolok valakinek, vagy drukkolok valakinek, hogy csak azért, hogy bent van a pénzem, és hogy most mit tenni, nyerek belőle 150 forintot, vagy nem is tudom, hogy mennyit. Végignéztük az összes káros szenvedély, ami így a fiataloknál szokott előfordulni. Remélem, hogy értékes volt számodra ez a videó. Hogyha igen, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!